Köszöntöm nézőinket! Minőségi fociban volt része azoknak, akik ellátogattak az elmúlt pénteken a Szeles István labdarúgó emléktornára. A résztvevők a mérkőzés kezdetén egy perces néma főhajtással adóztak a legendás kapus emlékének. A Bányász sportpályán a Várpalotai Bányász a Budapesti Honvéd öreg fiúk csapatával mérkőzött meg. A barátságos meccs döntetlennel zárult. Szeles István a Várpalotai Bányász Sportklub legendás kapusa volt, 141 alkalommal védte a csapat hálóját. A várpalotai születésű labdarúgó egy évvel ezelőtt, 76 éves korában hunyt el. A Fekete Párducnak is hívott Szeles István 1977-ben akasztotta végleg szögre a fekete mezt és a foci csukát. Várpalotán hát bebizonyított az, hogy jó vásárt csinált az Egyesület vele, de az elkövetkező időszakban szintén igazoltunk mi egy kiváló kapust Pétfürdől, a Promper Palotai Gézát. És ezért van ő neki nagyon kevés szinten, ugye, ha az ember az éveket nézi, hogy mikor hagyta abba, a 141 játék az méltatlan tulajdonképpen ahhoz, de az akkori edző, aki hosszú évekig uralta az edzők mezőnyét, a terve véni, az valahogy úgy osztott el a két kapus között, hogy rafináltan dolgozott velük, hogy ezt is megtartom, meg azt is megtartom, mindegyiket lényegében, és így felváltva, sokszor felváltva vétek. Na most azért ahhoz tartozik, hogy a Pista remek érzékű kapus volt kifutásokkal, labda belövéseknek a fogásával, hiszen visszaemlékszünk fotókon keresztül, a válogatott ellen, mikor 6-1-re itt kikaptunk sajnos, hát olyan van, hogy az Albert Florian fejéről veszi le a labdát, tehát olyan magasságba szökkent fel. Na most ellenben a Promper Géza meg remek vonalkapus volt. Én ha visszaemlékszek, MB2-es mérkőzésünk a Moson-Magyarovával játszottunk ott, Moson-Magyarováron. Én már bent láttam a kapuba, és valahogy a Géza a gólvonalon át, és így visszanyúlt, és olyan reflexe volt, hogy megfogta. Na most, hála Isten, két ilyen jó kapusunk volt, na most ezt igazságosan, vagy hát azt se lehetett, hogy a mérkőzéseknek megfelelően cserégetjük, de mester úgy látszik, hogy nagyon jól tudott bánni mind a kettővel, és aztán a Pista lényegében, amikor abbahagyta a labdarúgást, utána elvégezte ezzel a játékvezetőit, aztán utána segédedző, edző, és nekem az a véleményem, hogy nagyon megtalálta a fiatalokkal való kapcsolat kiépítését, szinte egy pályán olyan fiatallá vált a gondolkodásába és egyéb másba is, mint azok a fiatalok, akiket nevelt, és hát nagyon szép sikereket ért el, mint edző is. Az első félidő egyértelműen a vendégeknek kedvezett, de a szünetet követően felpörgette a Bányász a játékot és pótolta a lemaradást. Vékony Csaba a hazaiak, míg Bárányos Zsolt a Budapesti Honvéd színeiben bombázták a kapukat, mindketten mester hármassal. Az öreg fiúk mérkőzések azért már nem olyan iramúak, mint a mostani NB1-es mérkőzések. Több területet adnak egymásnak a játékosok, ezáltal sokkal látványosabb futballt lehet játszani. Itt nincsenek olyan belemenések, olyan becsúszások, vagy olyan ütközések, mint egy bajnoki mérkőzésen, de hát azt hiszem, hogy a közönség azért jön ki, hogy egy ilyen futballt lásson. Az emléktorna legjobb játékosának, kapusának és csapatának a díjakat Campanari Talabér Márta polgármester, Bátor Gábor a Várpalotai Bányász SK labdarúgó szakosztályának elnöke, és Szabó Béla a VBSK korábbi labdarúgója, elnöke és az emléktorna szervezője adták át. Szakmai zsűri véleményét tolmácsoltam, a torna győztese a Budapesti Honvéd A 22 év után leköszönő elnök Hardi János érdemei elismeréseként kitüntetésben részesült, melyet Pinta Péter, az MLS Veszprém megyei igazgatóságának megbízott igazgatója, valamint Campanari Talabér Márta nyújtottak át.
Béla bácsinak szeretném megköszönni ezt a nagyon szép tevékenységet, amit most már hosszú évek óta folytat azért, hogy ápolja mindazon a bányász labdarúgók emlékét, akik valaha legendás játékosai voltak a Várpalotai Bányász futball csapatának. Kívánom, hogy ezt a szép folyamatot még sokáig tudja folytatni, és minden évben együtt legyünk itt egy ilyen alkalmon, amikor visszagondolunk valamelyik nagy bányászjátékosra. A budapesti Honvédot a kivételes sikereket elért Döme, azaz Détári Lajos irányította a kispadról. Hát megmondom őszintén, hogy nem nagyon látok olyan fiatal játékost, aki olyan szinten lenne, hogy olyan szintű labdarúgó váljék belőle, mint amilyenek mink voltunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy alázat kell hozzá, szeretni kell a futballt, és a legfontosabb az, hogy nem napi 2 órába kell foglalkozni a labdarúgással, hanem legalább 5-6 órával, és akkor azokat a dolgokat, amit edzéseken nem lehet megtanulni, akkor egyénileg meg lehet tanulni. Gondolok itt a passzolásra, cselejésre, külsővel, belsővel való átvételekre, lefordulásokra, ezt mind egyénileg meg lehet tanulni. A világklasszis elégedetlen a labdarúgás jelenlegi helyzetével. Mi nagyon messze vagyunk a világ labdarúgásának az elitjéből, de mondhatom azt, hogy az Európa labdarúgás elitjéből is. Egy kicsit ez olyan furcsa hangzik, hiszen a válogatottunknak óriási szansza van arra, hogy kijusson a Európa bajnokságra. A Ferencváros tovább jutott az Európa Liga csoportkörbe, de attól függetlenül, ha megnézzük a magyar NB1-es mérkőzéseket, 1000-1500 néző előtt folynak le a mérkőzések. Én úgy gondolom, hogy ha igazán jó futball lenne, és olyan látványos futball tudnánk játszani, mint évekkel ezelőtt, akkor biztos, hogy tele lennének a stadionok. Az öreg fiúk mérkőzése döntetlennel zárult. A végeredmény 3-3. Családi sport és egészségnapot tartottak az elmúlt szombaton az Inotai tagiskolában. A program a társadalmi együttműködést elősegítő programok Várpalotán elnevezésű projekt keretében valósult meg. A Várpalotai önkormányzat a közelmúltban nyerte el a 100 millió forintos pályázatot, melynek célja a készenléti lakótelep és a baglyas felzárkóztatása. A társadalmi együttműködést elősegítő programok Várpalotán elnevezésű projekt konzorciumi tagja többek között a Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület is, amelynek a fő feladata a pályázaton belül az egészségmegőrzés és az ehhez kapcsolódó prevenciós rendezvények megtartása. Ennek egyik állomása volt a Családi Sport és Egészségnap. A megjelenteket Kampanári Talabér Márta a polgármester, valamint Tavaszi Rita, a Várkerti Általános Iskola Inotai tagiskolájának tagintézmény vezetője köszöntötte. Minket a tanév megkezdése előtt keresett meg az önkormányzat, hogy az általuk megvalósított közösségi pályázat keretében szeretnének az inotaiaknak egy egészségnapot szervezni, és erre felkérték a mi iskolánkat helyszínnek, illetve hogy buzdítsuk a szülőket és a gyerekeket arra, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt. Úgyhogy mi ezt a napot a gyerekeknek egy helyi egészségnappal is összekötöttük, tanítási nappá szerveztük, és ezzel sikerült bevonzanunk nagyon sok szülőt is a mai közönség sorába. A társadalmi együttműködést elősegítő programok Várpalotán elnevezésű projekt legfőbb célja a közösségépítés, mondta el a rendezvényen Petneházi Beatrix, a Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület tagja. Ez a mai rendezvény része annak a rendezvénysorozatnak, amit tavaly indítottunk el, a készenléti lakótelepet és a baglyast érintő társadalmi felzárkóztatásokat érintő pályázat kapcsán. A Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület, aki ennek a rendezvénynek a mozgatórugója a mai napon, az iskolával karöltve, pedagógusok támogatásával bonyolítja le a mai napon ezt a családi napot, ami ugye nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek szervez programokat. Előadások,
tornák, rendőrségi bűnmegelőzés, kresztotok, egészséges ételkóstolók, kerékpár ügyességi verseny, hasonló programok, illetve meseszoba, játékszoba, filmvetítés, filmszoba áll a gyerekeknek és a felnőtteknek a rendelkezésére. Úgy szeretted volna? Jó, akkor gyönyörű lesz. A családi sport és egészségnap egyik érdekessége volt, hogy a résztvevők a regisztráció során egy pontgyűjtő füzetet is kaptak, amiben minden állomáson egy-egy pontot gyűjthettek, melyeket a nap végén ajándékokra válthattak a gyermekek és szüleik. Különleges személyre szabott kupával gratulálta a közelmúltban Kóti Lászlónak a háromszoros Ironman teljesítéséhez Stanka József várpalotai világ és Európa bajnok erőemelő. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az Öcsi cukrászda üzletvezetője július közepén vett részt az ausztriai Rognerbad Blumau-ban rendezett tripla Ironman versenyen, melyet 59 óra 45 perc alatt teljesített. A két sportember több mint 10 éve ismeri egymást, és több alkalommal fogadtak már tortában egy-egy sport teljesítményre. Stanka József, aki a bírói feladatok ellátása mellett rendszeresen próbára teszi saját képességeit is, az idei évben már két Európa bajnoki címet is magáénak tudhat. Augusztusban pedig a Siófokon rendezett Muscle Beach szabadtéri erősport fesztiválon győzött korcsoportjában a 65 éves erőemelő, aki 125 kg-ot teljesített fekvenyomásban. A két sportoló ez alkalommal is fogadott. Stanka Józsefnek a legközelebbi versenyen 175 kg-ot, vagy egy világrekordot kell teljesítenie az újabb tortáért. Nagyon örülök neki, mert ez egy szuper dolog. Én nem véletlenül öltöztem így most, tehát ilyen extrém pólóval rajtam, mert nálunk is vannak extrém versenyek. Na de hát ehhez nem hasonlítható. Valami vágyom az volt annó, még fiatal koromban, hogy én is ilyen vasember legyek. Azt mondja Laci, hogy vasember lettem én is. Igaz, hogy a vasakat fogdozom, nyomkodom, de ezt nem tudnám véghez vinni, ez egy akkora teljesítmény. És nem véletlen költöttem neki ezt a kis verset is, mert tényleg városunk ékessége, meg mindannyiunk szeme fénye, akire büszkék lehetünk. Te a város ékessége, mindannyiunk szeme fénye. Szereteted a szíved, gyöngénységedből a Isten. Légy boldog és egészséged, és a sportod legyen ékessége. Ez a sajátom. Köszönöm szépen!